Hello, mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most nem más lesz, mint tujacsápot fogjuk bezárni a börtönbe. Régen volt börtönös videó, de most újra fogunk csinálni. Na, gyorsan meg kéne csinálni ugye a börtönt így valahova, mondjuk a lehető legrosszabb helyre kezdtem el építeni, de mindegy, akkor egy ilyen kisebb börtön lesz, ugye? Ja, és amúgy nem mondtam el, hogy miért kéne bezárni. Ugye hát tunacsáp sajnos az elmúlt pár napban kirabolta, úgymond a rozsdás rákalót, azaz ellopta a receptet. Nem tudom, hogy azért loptál, hogy planktonnak majd odaadja, vagy valami, de annyit tudok, hogy elvitte a receptet, szóval nekünk el kéne kapni, és a receptet bizony visszahozni, és addig benhagyni ebbe a börtönbe, amíg nem beszél vele a rendőrség, vagy valami. Szóval gyors, megépítjük ezt a kis börtönt, ahova addig bebírjuk őt rakni. Nagyjából megpróbálom az ilyen kicsikét ilyen kellemes érzetűre csinálni neki, hogy ne legyen azért annyira kellemetlen. Na, így tökéletes is lesz, csak remélem, hogy nem rontom azért annyira el. Itt lesz mondjuk így az ajtó, tökéletes mondjuk. Ennél rondább börtön még soha nem láttam, de nem probléma, tökéletes lesz így. Itt lesz a kar, így fogjuk majd szépen beizélni. Legalább nem egy sima börtön, hanem azért úgy eléggé, hát normálisnak tűnik. Ott lesz majd a polc, oda tud majd magának pakolni. És minden, na, kezdjünk is bele, srácok. Gyors szedek izét, gyors szedek magamnak egy kis fát, és akkor el is indulunk. Gyorsan egy fakardot, nem fog nagyon túlzásba menni. Nem akarok én ilyen nagyon erős tuccot szerezni, hát remélem, hogy azért nem lesz vele problémám, és ahogy látom, nincsen most kajánk. Szóval remélem, hogy tunyacsápnál majd tudok csórni valami kis ételt, mert úgy tűnik, hogy most nem nagyon kaptunk kaját, szóval eléggé érdekes lesz. Hát meglátjuk, talán tunyacsápnak a csesztjében majd találunk valamit, azt úgyis lefoglaljuk, aztán azt mondjuk, hogy a büntényér kell közben, majd hogyha elfogy a kajánk, akkor majd fel tudjuk magunkat tölteni. Na, menjünk el az iránytű irányába, mert elvileg ugye azt fogja nekünk mutatni, hogy merre van, nem tudom, hogy mennyire lesz messze, reméljük, hogy annyira azért csak nem lesz nagyon messze, mert azért a börtönig elkísérni úgymond így egy bűnözőt, meg foglyot azért mindig eléggé nehéz szokott lenni, szóval ja, reméljük, hogy ezzel nem lesz probléma, egy kicsikét így jobbrább mutat a iránytű, szóval megpróbálok így úgy menni, tehát nem így teljesen egyenesen. Na nem baj, srácok, amúgy nagyon remélem, hogy tetszett a nagy csatornámon a spongyobos mesefilmünk, mert amúgy tényleg nagyon sokat dolgoztunk vele, meg tényleg nem volt annyira könnyű ezt megcsinálni. Mondjuk amúgy kereshetnénk állatokat, akiket esetleg meg tudnánk sütni, csak most az rengeteg idő elmenne vele, és most nekem nem tudom, nekem ahhoz úgy nem lenne kedvem, meg szerintem nektek sincs türelmetek, hogy egy egész, konkrétan majdnem egy full survival sorozatot kezdjek, csak azért, mert hogy be kell zárnunk tunyacsápot. Errefele mutat, szóval elvileg lassacskán meg kéne látnunk. Na várjatok, itt át kéne mennünk, gondolom. Mondjuk tényleg amúgy most fog mindjárt elfogyni a kajánk, ezt a pár barit. Ó, meg is találtuk szerintem. Szerintem itt leszünk már, aha. Az lesz, hogy tunyacsáp titkos bázisra. Na, királyság, jó, ezt a pár bárányt én szerintem megpróbálom így gyors lenyírbálni, vagy sütője szerintetek lesz tunyacsápnak, meg legalább mondjuk egy-kettő izét kibírnánk sütni. Na várjatok, még ezt is az így leizéljük. Jó, ezt a nyers birkahúst meghagyom, hát ha meg tudom sütni, vagy valami. Igazából szerintem csak rá kéne rontanom, mert most így őszintén semmit nagyon nem veszíthetek vele. Ő lesz az itt? Ő az. Hello, szia tunyacsáp, nagyon szép ez a rejtek helyed, ahova elbújtál. Szerintem tudod, hogy ki vagyok. Legalábbis nagyon remélem, hogy tudod, és tudod, hogy miért jöttem, de hát neki nincsen sütője. Miért nincsen sütője? Szia, mit akarsz, Dani? Hát igazából te is tudod szerintem, hogy mit akarok, nem? Nem? Hát miért nem? Hát tudod kéne, hogy mit akarok. Azért jöttem, mert hogy elloptad a titkos receptet a rákollóból. De hogy akkor miért vagy itt? Mondd el, hogy miért vagy ebben a barlangban elrejtőzve. Nem ez a te házad. Tehát most így érted? Tehát hogy így miért rejtőznél el így ide? Amúgy nem lehet, hogy esetleg ide rejtett el a titkos receptet, vagy valami? Elköltöztél? Aha, és itt miért ez a házad? Mondja, tehát hogy így semmi olyan cuccod nincs, ami egy élethez kéne. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy csak arra vársz, hogy ide jöjjön egy plankton, és hogy elad neki a titkos receptet, nem telik másra. Hát pedig eléggé szép nagy házad volt, és a szép nagy házadat lecserélted volna erre? Erre a kis házra? Igen?
Igen, persze, igen, hát hogyne. Jól van, hát nem biztos, hogy nem fogsz elrejteni semmit. Meg fogom szépen keresni a izédet. Ez lesz az, ez lesz az. Itt is van, aha, itt is van a titkos recept. Ó, van benne kaja legalább. Ja, most majdnem megint köszöntem neked, hogy szia, Tunyacsáp. Hát Tunyacsáp, lebuktál. Eléggé csúnyán lebuktál, de hogy nem? Nagyon-nagyon durván lebuktál. Itt van nálunk a titkos recept, legalább ezt megtaláltuk. Tunyacsáp, de nem menekülj el. Nem fogsz elfutni. Tunyacsáp, ezzel te semmit nem érsz el. Tunyacsáp, hallod? Nem kell menekülni. Nem kell menekülni. Figyelj, Tunyacsáp. Tunyacsáp, Tunyacsáp, gyere már, na azaz, úgy van. Menjél szépen arra fele, arra van a börtön, menjél, gyerünk. Jaj, vissza kell nagy nehezen vezetnünk őt, jó, legalább akkor arra fele úgy van, szépen fussál el. Visszamegyünk szépen a börtönbe, Tunyacsáp, és be fogunk bizony zárni téged, mert hát a bűnözőkkel sajnos ez szokás, eléggé rossz dolgot tettél, és ezt szerintem te is tudod. Hát mondjuk, ja, nagyon remélem, hogy azért nem akarsz még, de megint elkezd futkarászni, hát Tunyacsáp, nem hiszem el. Hát most nem azért mondom, de eléggé lassú vagy. Szegény Tunyacsáp, halljátok itt. Menekül nagyba, én meg még csak alig kell futnom. Tehát most így esküszöm, shift-tel fogok utánad menni, mert te hallod, nem tudsz elmenekülni, Tunyacsáp. Tunyacsáp, Tunyacsáp, most ezt te élvezed? Ezt te élvezed, vagy mi van? Csóró, halljátok. Na, Tunyacsáp, nem fogok én itt veled balhézni. Azaz, szépen add fel, nem érdemes elfutni. Nem érdemes semmit itt izélni, erőlködni vagy bármi, szépen abba az irányba menjél. Szépen úgy is van, na, ez a beszéd, ügyes vagy, majd azért majd fogsz kapni kaját, fogsz kapni ellátást, a klarinétodat is elintézem, hogy behozzák neked ide. Aztán, ja, amúgy srácok, ezt általában mindig megkérdezem a börtönös videóknál, ti hány évet, vagy napot, vagy hetet, tök mindegy, mennyi ideig tartanátok bent Tunyacsápot a börtönben, ezt írjátok le ugye a komment szekcióba, hogy ti ezért, amit tett, mennyi időt adnátok neki pontosan, mert azért mégiscsak nem tudom, hogy itt annyira azért nem nagy bűn, de azért eléggé gonosz dolog tőle, hogy most te mit csinálsz? Most te mit csinálsz? El akarsz bújni? Hát ez nem ennyire egyszerű. Szóval azért eléggé gonosz dolog tőle, hogy mégiscsak megpróbálta úgymond így ellopni és eladni a receptet, vagy nem tudom, amúgy Tunyacsáp, írd már, hogy te ezzel mit akartál kezdeni. Légy szíves, érdik szerintem a nézőket is, hogy te amúgy mit tettél volna ezzel? Tehát, hogy így mi volt a célod azzal, hogy ellopod a receptet, mert azért nem tudom, hogy, tehát, hogy eléggé valószínű, vagy nem tudom, biztos vagyok szinte abban, hogy Planktonnak szeretted volna, gondolom, eladni. De hát aztán nem tudom, hát ki vagyok én, hogy ezt így fejből meg tudja jósolni, te mit szerettél volna ezzel, de hát akkor legalább leírja nekünk, és akkor megtudjuk. Addig srácok, amúgy, ha tetszik a videó, akkor már csapathatjátok is a lájkot a videóra, és tartsuk velem ugye majd legközelebb is. Elegem van a rozsdás rákollóból. Aha, és mi miatt? Spongyabob miatt, vagy rákúr miatt? Tehát mondjuk azt tudom, hogy te Spongyabobon nagyon sokat szoktál rage-elni és idegeskedni, de azért ez nem megoldás, hogy ellopod a receptet. Inkább az lenne a megoldás, hogyha azt mondod, hogy vagy kilépsz, vagy elviseled. Mind a kettő idegesít. Jó, értem. Hát sajnálom, ezt majd a bíróságon akkor majd el tudod nekik mondani. Mi akkor folytassuk az utunkat. Na várjál, merre volt egyáltalán a izé? Már amúgy kezdek eltévedni. Na Tunyacsáp, kövess szépen Tunyacsáp. Tunyacsáp, hova ment? Hova ment már megint? Nem hiszem el, miért kell el? Istenem, hova menekülheted, srácok? Valahol várjatok. Na, ott van, aha. Na hát nagyon azt hiszed, hogy tényleg el tudsz bújni. Nagyon azt hiszed, itt van. Tunyacsáp, ez nem megoldás. Istenem, na gyere szépen, gyere, kövess. De Tunyacsáp, na azért mondom, na úgy van, szépen menje. Valahol itt kéne lennie, a közelben már a börtönnek szerintem. Valahol így errefelől jöttünk. Tunyacsáp, te addig nehogy megpróbálj elmenekülni, mert aha, ott is van, jó van, meg is találtuk a börtön, srácok. Hát Tunyacsáp, nem sokáig leszel már szabad, hol vagy? Ott van fenn. Gyere szépen le, gyere le. Úgy is van, nagyon jó, fel ugráltunk a fákon is. Jó lesz, így is, nagyon jó. Hát Tunyacsáp, itt van a csodálatos zárkád, bent vár téged. Adok neked addig, mit tudom én, lesz bent egy kis gyapjud, lesz bent egy kis fád, lesz egy kis szőnyeget, kibírod magadnak díszteni. Kérlek ne, hát Tunyacsáp, nem leszel itt, biztos, hogy nem leszel itt nagyon sokáig. Majd ezt a rendőrség majd elmondja, hogy mit akar veled kezdeni. Legalább te normálisan hagytad, hogy bemenj, és annyira azért nem voltál nagyon
menekülő típusa, hogy látom ki is díszíti már nagyjából azért legalább a börtönt. Jó van, várjál még egy kis kaját is dobálok be neked, azért mégiscsak azért nehogy éjjel, haj. Na srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ugye ebben a videóban, hogy tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsetek el, 2 perc múlva a nagy csatornámon kezdődik még egy premier, ott is lehetek, ott, nagyon remélem, hogy ott is találkozunk. Én Dani voltam, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!